Télapó Express, adventi vásár, gyertyagyújtás, ezekről beszélgetünk folyamatosan itt az M1-en. Rengeteg a program, és az is egyfajta hagyomány, hogy a diótörőt is bemutatják ilyenkor. Így van, vendégem pedig Szomor György, színész, énekes, zeneszerző, a dal rendezője, szövegírója és egyik szereplője is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye tavaly is volt már diótörő, és az Egér király a Zeninában is idén is lesz. Ugye eredetileg ez egy mese, E.T.A. Hoffmannak a tollából, illetve abból készült egy darab, amelyet Csajkovszki jegyez. Ez egy musical, amit majd most láthatnak a nézők. Ez milyen pluszt ad a diótörőnek? Azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, ami egy örök történet, és nem véletlenül játsszák évről évre, és nem véletlenül olvassák évről évre, és nem véletlenül hallgatják évről évre mindenféle feldolgozásban. És nekem ez egy olyan gyerekkori élmény volt, vannak ilyen történetek az ember életében, amiket szeretne átengedni magán, és valahogy egy kicsit magából is adni bele. Hát ez történt, amikor mi a szerzőtársaimmal ezt megalkottuk, ezt a darabot, és azóta, amikor lehetőségünk van, ugye ez 2003-ban született ez a darab, Szurdi Miklós és Valla Attila szerzőtársaimmal együtt írtuk, jegyezzük, és akkor jó néhány éven keresztül játszottuk, aztán ez egy picikét abban maradt, és olyan sok volt a reklamáció, hogy úgy döntöttünk, engedtünk a nyomásnak, és tavaly bemutattuk Békéscsabán ezt az előadást, tavaly játszottunk két sikeres előadást a Szimacsarnokban, egyet hirdettünk meg, kettő lett belőle, és most úgy döntöttünk, hogy egy még nagyobb játszóhelyet választunk a Papp László Arénát, úgyhogy idén ott lesz, és ebből szeretnénk hagyományt csinálni, nem titok. Igen, én emlékszem, hogy kislány voltam még egészen kicsi, és akkor kaptam egy mesekönyvet a diótörő gyönyörű rajzokkal, és hogy egy gyerek számára teljesen átélhető ez, hogy megelevenednek a figurák, a játékok, hát hiszen egy gyerek azt játsza, hogy azok élnek. De én azt gondolom, hogy az egész mondani valója a darabnak egy felnőtt számára is egyfajta örökérvényű igazság. Ez így van. És nálunk annyi, hogy beszéltünk ugye a musicalről és a zenés műfajról, a színházról, hogy nálunk ugye énekelni is fognak ezek a babák, megszólalnak, és mondhatom nyugodtan azt, hogy hiszen amikor szereplőként átéltem annak idején ezt a csodát ott a színpadon, hogy a felnőttek is gyerekké váltak arra másfél-két órára, amíg ott voltunk, és mi együtt ott élveztük ezt a helyzetet, hogy újra gyerekek lehetünk, szóval fantasztikus. A nézőknek mondom, hogy most a Békés Csabai előadásból láthatnak egyébként képeket. Kicsit beszéljünk arról, hogy az eredeti Csajkovszki balett ötlete az a cári színházak egykori főigazgatójától származott, aki jelmeztervező volt, és elképzelte, hogy micsoda csodálatos jelmezeket és díszleteket tervezhet majd ehhez a darabhoz. Itt az arénában is készülhetnek a nézők a látványvilágra? Igen, annyiban vegyítettük az előadást, a kis színházi és a nagy színházi produkciót, egy picikét elválik és más lesz, hiszen az arénában nagyobbak a lehetőségek, nagyobb a tér, stb. Ezért egy elég komoly technikával készülünk, hatalmas LED falakkal és olyan animációkkal, amik remélem, hogy a gyerekeket is elvarázsolják, és talán nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is. Én egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek tetszeni fog. És természetesen megnőnek a dolgok, és természetesen megnő a szekrény, és a szék, és a babák, úgyhogy ezek a lehetőségek, amit akkoriban éreztek benne, ez benne van a műben, és ezt mi is megpróbáltuk megragadni. Kik fognak szerepelni, kik állnak színpadra? Gubik Petra többek között, Vastag Tamás, Békefi Viktória és Gerner Csaba, aki Egér királyt alakítja. Én meg egy picikét énekelni fogok. Igen, ezt pont akartam kérdezni, hogy ön is fog szerepelni, mint rendező a darabban. Ez ennek mi a történet? Ugye korábban is szerepelt? Korábban szerepeltem, egy nagyobb szerepet játszottam, de hát mivel rendeztem is az előadást, nem nagyon volt kapacitásom, úgyhogy egy bizonyos szerepből elloptam egy kicsi epizódot, és ezt fogom én, ez a Zenegér szerepe, és ebből lett egy új szerep, a Papegér szerepe, aki egy imát, egy gocpát fog előadni itt az első felvonásban. Hát ez biztos nagyon érdekes lesz. Ugye jótékony célokat is szolgál az előadás, a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve, pontosan milyen célokra gyűjtenek?
Igen, csatlakoztunk a Baptista Szeretett Szolgálat cipősdoboz akciójához, úgyhogy ha valakinek van kedve, lehetősége ajándékozni, az elhozhatja oda az előadásra a kis cipősdobozban az ajándékot, és oda tehet azoknak a fa alá, akiknek talán kevesebb van, úgyhogy ezt ott a helyszínen 17-én is meg lehet tenni az aréna előtt. Akkor december 17-én diótörő az arénában. Szomor Györgynek köszönjük, hogy itt volt, és hát kéz- és lábtörést, vagy mit szoktak kivenni a színházban? Kéz- és lábtörést. Köszönjük, hogy itt volt.